Balázs Gábor, és ahhoz szeretnék tanácsot adni, hogy amikor nem érzem azt, hogy a saját magamról mondom, hogyha nem érzem azt, hogy van energiám ahhoz, hogy valamit megcsináljak, akkor fogom magam, először megpróbálom azt, hogy leírom azokat a dolgokat, amik akadályoznak abban, hogy amiket nem tudok megtenni ahhoz, hogy megtegyem, és próbálom megtalálni azt, hogy ezeket hogyan tudnám elengedni. Köszönöm. A megoldás az a saját magam által felvetett problémára. Én tudom, hogy az önfegyelem és az akarat. És ezt azért mondom, mert amiket itt elmondhatok, internet meg egyebek, ezek is nekem is problémák voltak ugyanígy. És megoldódott, mert elmondtam magamnak, és számon kérem magam, hogy e-mailt ettől eddig nézek, internetezni ettől eddig, az is önmagamnak jutalom, és ez nagyon jól működik. Tehát tudom, hogy az ember tudja magát szabályozni, és azt is sejtem most már így az önismeret bugyraiban, hogy miért nem kelek fel reggel, bár én is jogázok egyébként 11 éve reggel, ennek aztán az a következő, hogy 9:30 reggelizem egyébként. Így kezdődik a napom. A dolog lényege az, hogy miután 7:30 már fölkeltem, onnantól már nagyon fegyelmezett vagyok. Pontosan ezért. Én az előző körben már elmondtam, hogy a reggeli felkelése szerintem mi a megoldás, hogy ha nem is a sportot vagy a jogát választjátok, találjatok valami olyat, ami annyira erős erővel hat számotokra, hogy megéri érte felkelni. Tudom, hogy nehéz ilyet találni, de biztos lesz, hogy van mindenkinek. A másik dolog, ez az e-mailezés, facebookozás, ez nekem is nagyon sok időmet elveszi, pedig én napközben a munkahelyi e-maileken kívül nem nézek másokat, viszont nálam hiába próbálom azt, hogy este egyszer fölmegyek a Facebookra, még egyszer megnézem az e-mailjeimet, el tudja venni az időmet, tehát ez se jó megoldás, hogy csak egyszer, mert ha egyszer ott ragadsz több órát, akkor ugyanúgy, tehát erre még én is keresem a választ. Köszönöm szépen! Én az ilyen Facebook függőségre akarok egy megoldást adni. Én egy nagyon nagy Facebook függő voltam, egy Twitter függő. Introinásra adtam magamnak a közösségi oldalakat 6-8 órában. És az volt a megoldás nekem, hogy töröltem akkor mindenhonnan egy hónapig. Mindenki megriadt, megdöbbent, el is jöttek, hogy mi van, meghaltál. Mondom, nem haltam meg, csak letettem. És utána egy hónap múlva egészségesen visszaregisztráltam magamat, és nem voltam már függő. Tehát kell egy kis szünet, és utána lehet, hogy az ember vissza egy normális, mint egy órás, fél órás szintre. Nem a 6-8 óra naponta, meg éjszaka is, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen! Sziasztok, Levente vagyok, és én ugye két témát osztottam meg, de gyakorlatilag már mind a kettőből úgy nézem, hogy kijöttem, bár csak egy nap telt el, hogy kijöttem, úgyhogy még ezt azért nincs egy óriási referencia mögöttem. Ugye az egyik az, hogy megnézni a folyamatosan ezeket a Facebookos nagyon szép kis videókat, a másik pedig az, hogy álmodozni és nem tenni semmit. És igazából az a titka, valahol azt érzem, hogy a fájdalomra vágyni kell. Arra gondolok, hogy egy csomó olyan dolog, amit egyébként nagyon szeretnék, az abban van egy csomó félelem is. És a félelem az egy fájdalom, és a fájdalomat, hogyha vágyom azt, hogy ütközzek azzal a helyzettel, akkor gyakorlatilag át lehet rajta menni, és ha átmentem, akkor már megcsinálom. Tehát most elkezdtem azt, hogy papíron lévő összes célomat megcsinálni. Köszönöm. Sziasztok, Máté vagyok. Én azt vettem észre, hogy a hallgatás az mindenkinél szinte, vagy sok embernél előkerült. Ez nálam is így volt. Hallottam egy tök jó mondást, már nem tudom, hogy ki mondta, vagy kitől hallottam pontosan, ami így szó, hogy csak kezd el és lángra gyúl elméd. Nekem ez annyira sokat segített, hogy tényleg így nem azt nézem, hogy mennyi idő lesz, meg megcsinálom, hogy mit fogok, hanem csak egy első pillanatig tegyem meg. A másik pedig az ilyen összpontosítás, illetve zavaró körülmények kiszűrése, van egy ősi kínai mondás, hogy ha nem megy a meditáció, gyakorolj az erdőben, ha nagyon jól megy a meditáció, gyakorolj a piac téren, ha ott is nagyon jól megy, akkor gyakorolj a harcmezőn. Köszönöm szépen! Mórenszter vagyok, és én arra szeretnék adni megoldást, hogy hogyan tudjuk megoldani azt, hogy az ébresztő óránk olyankor szólaljon meg, amikor éppen a legfrissebbek tudunk lenni utána.
Olvastam ugyanis egy cikket, hogy az embernek az alvása 90 perces ciklusokból áll, és körülbelül egy éjszaka alatt 5 ilyen ciklust alszunk végig. Magyarán, amikor egy ilyen ciklus véget ér, olyankor könnyebben tudunk fölébredni, könnyebben tudunk magunkhoz térni. És érdemes tehát úgy beállítanunk az órákat, hogy körülbelül kiszámítjuk, hogy az ébresztés pillanatát előtt egy olyan 5 ciklusnyi idővel kezdjük el az alvást, és akkor úgy, hogyha akkor ébresztjük magunkat, akkor egészen máshogyan ébredünk. Köszönöm. Sziasztok, ezt a témát folytatnám. Méghozzá egy kicsit agykontrollos történettel, bár nálam ez automatikusan működik minden nagy képűség nélkül, egyszerűen beprogramozom magamnak. Tehát arra gondolok, hogy én mikor akarok felébredni reggel. Teljesen mindegy, hogy az most hajnali 4 vagy reggel 8 óra. Konkrétan beáll az agyam rá és az egész szervezetem, és én akkor ébredek föl. Tehát, de ezt ki kell próbálni és gyakorolni kell egy párszor, mert csak úgy működik egyébként meg, hogyha az elsőnél feladja valaki, akkor sosem sikerül. Köszönöm szépen! Sziasztok, Pataki Gábor vagyok. Az a furcsa helyzet, hogy az előttem két felszóló pontosan azt mondta el, amit én szerettem volna mondani, úgyhogy én most elmondom még egyszer. Tehát egyrészt alvási ciklusok vannak, úgyhogy a probléma van a felkeléssel, akkor az a legfurcsább dolog, hogy egy kicsit fél órával megpróbálsz korábban felkelni, akkor lehet, hogy egész nap friss leszel tőle. Plusz mostanában tanultuk az agykontrollt, Eszterrel voltunk egy ilyen kurzuson, bár ő már régóta gyakorolja, és az a helyzet, hogy én ezt még sohasem próbáltam, tehát ezt csak így mondom, de anélkül, hogy én tudnám. Sziasztok! Sziasztok, Gábor! A favorit téma ez az ébredés. Én is erre szeretnék megoldást javasolni. Általában az a probléma, hogy senki nem tud saját magán változtatni, ezért itt brutális módszerekre van szükség. Az én általam javasolt módszerhez kell egy műanyag pohár tele vízzel, egy rezgős óra, illetve egy rezgős telefon és egy vízhatlan ágynemű. Minden este úgy kell beállítani akárhová azt a bizonyos műanyag poharat, hogy a rezgős telefon akkor leesen reggel, amikor felkül az ember, és a víz az ráesen az emberre. A harmadik nap már fél órával az ébredés előtt tágra nyitott szemmel várja az ember. Köszönöm. Nekem van egy megoldásom a Facebookra, van egy program, valami Facebook blocker. Ha rá vagy kattanva, akkor nem engedi, hogy fölmenjen. Na, akkor sem engedi, ha nem vagy rá kattanva, de ha beállítod, be tudod állítani, hogy hány napig ne nézd a Facebookot, és más programokra is rá lehet állítani, hogy melyik oldalra ne engedjen föl. De ha ez nem működik, én azt próbáltam még, mert nekem muszáj használnom a Facebookot bizonyos okok miatt, mindenféle horrorképet tettem fel a fejem helyét, ilyen félig leszakadt fejű zombik, meg minden. Nagyon jó sikere volt, sok ember egyből kijelölt barátnak, nem is ismertek le. Ajánlom mindenkinek. Sziasztok! Nekem egy olyan javaslatom van a Facebook ellen, amit én a párommal évek óta gyakorolok. Úgy történik, hogy elvégezzük a napi munkánkat, hazamegyünk, aztán a kötelező otthoni teendők előtt vagy után leülünk a géphez. A párom 2 méterrel előttem egy sarokasztalnál, háttal nekem, a monitort látom, én pedig mögötte 2-3 méterre. Ergo, ő a Facebookon 2-3 órát szűri az információkat, én végzem a dolgomat, ha fontos van, akkor jelzi, odafigyelek, ha nem, akkor megúsztam ezt is. Köszönöm. Csák Attila vagyok, sziasztok! Nekem most eszembe se volt kijönni ide, de láttam ezt az alvásos, ciklusos történetet, úgyhogy ez mindenféleképpen hozzá szerettem volna szólni. Igazából a jó megoldást szeretném elmondani, mert eddig mindig csak rosszakat mondhatok. Van erre egy nagyon jó mobil applikáció. Fel kell tölteni a telefonra, és gyakorlatilag le kell tenni magunk mellé az ágyra, és a megfelelő időpontra felébreszt minket, figyeli, hogy milyen ciklusban vagyunk éppen. Köszönöm szépen! Sziasztok! Aranka vagyok. A tanácsokról az jutott az eszembe, hogy annyira sok jó tanácsot hallunk itt, ott is említettétek, hogy rengeteg időt töltötök a Facebookon, könyveket olvastok, stb.
Én velem sem volt ez másként, vagy velem sincs ez másként. Mégis ezeknek akkor lesz értelme, hogyha ha egyszer valami bekattan és megtöltődik tartalommal. Na így volt ez nekem a múlt heti előadáson, aminek a címét nem ismétlem, mert nagyon zord és első hallása hűvösnek tűnik, de ott az előadó azt mondta, hogy élj meg minden pillanatot úgy, hogy ez az utolsó, és tényleg éld meg azt, hogy lehet, hogy nincsen következő pillanat, és hogyha így éled az életed, akkor minden dolog, amit teszel, megtöltődik tartalommal. Köszönöm! Sziasztok, Bian Norbert vagyok. Én sem akartam most kijönni, de szeretném folytatni ezt az alvás a cíkuses gondolatot. Tehát, hogy valóban van ilyen applikáció, viszont nem mellét kell tenni, hanem a párnád alá. Csak ennyi. Egyébként meg az én technikám az a elinternetezgetem az időmet című problémára, hogy meg kell határozni egy időt, hogy nem az, hogy jó, akkor most egyből kikapcsolom, hanem az, hogy még adok magadnak 15 percet, és utána viszont tutira kikapcsolom. Nekem ez bejön. Köszönöm. Sziasztok, Vejt András. Gábor, neked mondom, hogy van a ébresztő úr, ami szétpattan 4 darabra, és össze kell rakni, és csak akkor hallgat el. Sőt, egy még durvább változat, olyan is van, hogy Rubik kocka, és ki kell rakni. Csak akkor hallgat el. Mondjuk én még soha nem tudtam kirakni, szóval ezt elássam volna kedve, nem így. De visszatérve ugye a probléma megoldásra, én azt szoktam csinálni, hogy ha nem kell számítógép a munkámhoz, akkor mindent kinyomtatok először, és utána a laptopot pedig beteszem a szekrénybe, és a lakás legtávolabbi szobájába elmegyek tanulni. Ez általában beszokott jönni, bár még ott is van olyan, hogy például a négyzetrácsos plafont, akkor ott ki szoktam számolgatni unalmabban, hogy mekkora távolságban két pont között, ugye Pitagorasz tétele, tehát nagyon. De hogyha valaki csak a számítógép a probléma, akkor az ezzel megoldhatja, hogy a gépet elzárja magáról. Köszönöm szépen! Úgy látom, ez az alvás, ez nagyon népszerű téma. Az alvás és a Facebook, ez a kettő volt a fő téma. Mind a kettőhöz csak azt tudnám hozzátenni, hogy legyenek, egyrészt legyen önfegyelmünk, tehát én úgy látom, hogy ez a legfontosabb, az önfegyelem, és hogy legyen egy olyan cél, vagy egy olyan motiváció, amiért érdemes például korán fölkelni. Ezt igazából én minden nap 5-kor kelek, tehát könnyen beszélek, és semmi problémám nincs vele, tehát olyan szinten nincs, hogy 5 óra előtt, 5 perccel, mielőtt az óra csörögne, én már fönn vagyok, és várom, hogy mikor fog csörögni az óra, mert tudom, hogy fölkelek, tudom, hogy mit fogok csinálni, és legfőképpen tudom azt, hogy ha nem kelek fel, annak mi lesz a következmény. Köszönöm.